Bolyai Jánost a világ minden részén, mint matematikus lángelmét ismerik, aki 1823-ban valóban a semmiből egy új, más világot teremtett. Mindent tudunk ma már a leghíresebb magyar tudósról? Ismerjük minden titkát, amelyet egyetlen bizalmasával a türelmes papírral közölt? Ez a kiváló tudós, minden idők egyik legnagyobb zsenie, megsejtett, egészen pontosan megfogalmazott olyan összefüggéseket, amelyek az abszolút térelmélet vetületeire, a modern fizika világára, a négydimenziós téridőre vonatkoznak. Toró Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, lelkes szavakkal méltatja Bolyai János ilyen irányú, úttörő munkásságát. Kezdjük Temesvárral, a híres temesvári levéllel, amit 1823. november 3-án írt az édesapjának, hogy azt a híres levelet, amelyik így kezdődik, hogy kedves édesapám, annyit teménytelen megírni valóban az én új felfedezéseimről, és akkor a levélnek a végén mondja azt, hogy a feltételem már áll. Tehát azt jelenti, hogy valamit ő akkor felfedezett. És mondja tovább, hogy ha időm lesz, és minden rendbeszedem a dolgaimat, akkor a Palarellákról egy munkát adok ki. Nincs még meg, de majd meglátja édesapám, hogy az út, amelyen elindultam, az a megoldáshoz vezet, és akkor mondja, majd megösméri, és akkor jön az a sor, hogy a semmiből egy új más világot teremtettem, és mindaz, amit eddig küldtem, csak kártyaház a toronyhoz képest. Ez a korszakjelző temesvári levél az euklideszi 11. axióma bizonyítására vonatkozó kísérletekhez, a párhuzamosok több mint két évezredes kérdésköréhez kapcsolódik. Az is tudománytörténeti adalék, hogy az édesapja, Bolyai Farkas előzetesen óvta fiát a kilátástalan munkától. Ezeken a tájakon vannak a Herkules kolumnái. Egy lépésre menj tovább, különben elveszett ember vagy. Mi volt az a feltétel, amit ő akkor megtalált? Ez az a híres képlet, ami az egész Bolyai geometriának az alapképletes, ezt 1823-ban ő már felfedezte. Tehát itt arról van szó, hogy ő másképpen fogalmazza meg a párhuzamosság tételét, mint bárki más, aki nekifogott ennek, mert mindenki bizonyítani akarta a paralellák tételét. És ő másképpen állt neki, mégpedig úgy, hogy helyettesítette egy másikkal, egy olyannal, amelyik jóval általánosabb, de ugyanakkor magába foglalja azt is, a euklideszi geometriát. Ez az a híres képlet, a párhuzamossági szög, amit ő U-val jelölt, és a párhuzamossági távolság, amit Y-nal jelölt. És a képlet az így hangzik, kotangens U per 2 egyenlő E exponenciális függvény Y per K adikon. Itt bevezet azt a híres K paramétert, és akkor, hogyha ennek a K-nak különböző értékeket adunk, akkor annyi geometria van, ahány értéket adunk neki. De az euklideszi az pont akkor jön elő, mikor a K végtelen felé tart. De hogyan lehet ezt értelmezni a modern fizikában? Van a fizikában, a kvantumfizikában egy híres elv, úgy hívják, hogy a korrespondencia elve. Ezt Max Planck és Niels Bohr fedezte fel, mégpedig úgy, hogy megalkottunk egy általános elméletet, és hogyha egy bizonyos fundamentális konstans, egy univerzális konstansot felhasználunk, mint paramétert, és az megy egy mondjuk végtelen felé, vagy egy másik aszimptotikus felé, zéró felé, akkor megkapjuk az előző, mondjuk a klasszikus elméletet. Na, ezt hívják korrespondencia elvének, és pont ez van a Bolyai geometria esetében is. Tehát ezt nevezhetnük a Bolyai Lobacsos geometria korrespondencia elvének, egy kiszélesített elv, mégpedig akkor, mikor megyünk a Bolyai geometriából az euklideszi felé, akkor ez a K konstans, ez végtelen felé tart. Tehát ezt én úgy nevezném, hogy ez a geometria korrespondencia elve, és ezt maga Bolyai felfedezte. Tehát szinte 100 évvel a Bohr-Planck féle korrespondencia elv előtt. Na most ennek van egy másik érdekes fizikai alkalmazása. Tudjuk, hogy a fizikában a 20. század, tehát nem csak 20. század, de vehetjük itt már Newtontól kezdve, alapvető fizikai elméleteket. Hát olyan, mint a newtoni mechanika, olyan, mint a newtoni gravitáció elmélet, vagy a speciális relativitás elmélet, vagy az általános relativitás elmélet, vagy a kvantummechanika, vagy a relativisztikus kvantummechanika. Na hát ezek az alapvető elvek, és ezeknek meg lehet alkotni a klasszifikálását, ahol felhasználjuk ezt a Bolyai paramétert is. A korrespondencia elve egy igen általános rendezési elv a fizikában. Helmholtz, a kiváló fizikus,
az új geometria megjelenését Pallas Athéné születéséhez hasonlítja. Nincs ebben semmi túlzás, hiszen a 19. század második és a 20. század első felében a fizika robbanásszerű fejlődése korábban soha nem tapasztalt felfedezései ezt valóban egyértelműen bizonyítják. A modern fizika melyik ágában domborodik ki a leglátványosabb módon az abszolút térelmélet jövőre utaló értéke? János, mikor a tértudományát megalkotta, akkor azt mondta, hogy a priori nem lehet eldönteni, hogy melyik geometria érvényes. Tehát nem lehet eldönteni ezt előzetesen, ugye, hanem csak a posteriori, ugye ez a Kant-féle a priori elmélet. Kant is azt mondta, és 2000 évig ezt vallották, hogy csak egy geometria van, az a priori adva van, az az euklidiszi háromdimenziós geometria, és az Isten ezt úgy teremtette, és ezt senki nem tudja megváltoztatni. Tudjuk azt, hogy Bolyás megváltoztatta, de ő nem tudta megmondani, hogy mi dönti el azt, hogy melyik geometria érvényes a világban. Ezzel foglalkozott, és tudjuk, hogy ez csak Einsteinnek sikerült ezt eldönteni, mégpedig ma tudjuk azt, hogy a gravitáció. A gravitáció mondja meg azt, hogy milyen geometria érvényesül. Ahol erős a gravitáció, ahol nagyon erős a tömegvonzás, vagy régebbi eset mondva, vagy Bolyai is mondta, a nehézkedés, ott a tér meggörbül, ott egy nem euklidi tér lesz, és akkor a görbült térnek a geometriai mennyiségeinek a segítségével tudjuk megmondani azt, leírni a fizikai teret, ugye ez úgy nevezzük, hogy a fizika geometrizálása, a gravitáció geometrizálása, ugye ezt latinosan így szokták mondani, hogy fizika more geometrico. Na most ezt Einstein fogalmazta meg, ugye ez ma is egyik legszebb gondolata a fizikának, és ma sincs ennek a gondolatnak vége. Na de ez Bolyait is foglalkoztatta. És a kézirati hagyatékában találtunk egy olyan tézist, ahol ezt ő megfogalmazza, szinte úgy, mint Einstein. És körülbelül Einstein előtt 80 évvel. Ez a következőképpen hangzik Bolyainak a tézisében. A nehézkedés törvénye is szoros összeköttetésbe tetszik, mutatkozik az űr termetével, természetével, valójával, mélységével, és akkor még oda van téve, hogy gondolom az egész világ folyása. És ez alá van húzva. A modern kozmológiában a gravitáció az, ami megmondja, hogy tágul a világegyetem, vagy nem tágul a világegyetem, vagy sűrűsödik megint a világegyetem, tehát ő erre is gondolt. Az einsteini tézis ismeretében talán rövidebben ma sem tudnánk megfogalmazni ezt, tehát én azt akarom mondani, hogy ilyen értelemben Bolyai János Einsteinnek egy előfutára. Einsteint is érdekelte, kihatározta meg legelőször a modern fizikának ezt a döntő jelentőségű kérdéskörét. Mert Einstein ezzel foglalkozott, hogy meddig lehet visszavinni ezt a gondolatot időbe, hogy kinél jelenik meg ez, mi a csirája ennek. És ő Riemannt mondja akkor, de Riemann csak annyit mondott, hogy a tér szerkezetét erők, fizikai erők határozzák meg, hogy melyik erő, azt ő nem tudta. Ő nem tudta megmondani, hogy a gravitáció. Bolyai ezt mondja, hogy a nehézkedés törvénye szoros összekötetésben van, tehát mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy Bolyai János Einsteinnak előfutára az általános relativitás, a gravitáció modern elméletének a megalkotásában. Veszeli Tibor, a két Bolyai életművének egyik legjobb ismerője, a magyar tudománytörténet csillagos ege Szíriuszának nevezi Bolyai Jánost. Ez a csillag egyre fényesebben ragyog. A tudományos utókor, és nem csak a matematika művelői, a nem euklideszi geometriának és Bolyai János más, eddig kevésbé ismert munkáinak rendkívül változatos, gazdag összefüggéseit az utóbbi években kezdi felismerni. A modern fizika ma már elképzelhetetlen Bolyai János munkássága nélkül. Gyakran elhangzik, hogy vidéken, kisvárosban nem lehet világra szólót teremteni. Bolyai János és Bolyai Farkas példája az ellenkezőjét bizonyítja. Vannak esetek, mikor alapvető dolgokat fel lehet fedezni máshol is. És Eötvös Loránd, mikor 1902-ben, 1500 évvel, mikor a Bolyai Nemzetközi Díjat megalapították, és Kolozsváron volt, történt ez, akkor azt mondta, hogy az az igazi tudós,
és az az igazi magyar is, aki a tudomány zászlóját olyan magasra emeli, hogy azt határokon túl is meglássák. Sajnos ez csak Jánosnak a halála után történt meg, mert csak 1867-68-ban kezdték lefordítani először olaszra, franciára. Franciaul így hangzott, hogy théorie absolue de l'espace, nem azt írják, hogy appendix. És lényegében Bolya János életében semmilyen elégtételt nem kapott, úgyhogy igaz Kályádi Sándornak az a verse, ami mi a világnak olyan szögeletén élünk, ahol csak holtunkba adják ki a bérünk.